Köszönöm. Egy 5000 szépen. Forintos Erzsébet utalvány volt. Hallottam belőle már. Tetszik tudni, hogy hol lehet felhasználni? Hát akár. Bármelyik élelmiszer van. 500 és 1000 forintos címletekben van benne, és még egy évig jó az érvényessége. Ó, hát akkor... Bármikor el lehet vásárolni. Így zajlik az Erzsébet utalványok átadása, melyet a települési képviselők vittek ki az elmúlt hetekben. Az 5000 forint értékű utalványt a 70 év feletti nyugdíjasok kapják. Az őszi önkormányzati választások előtt választási ígéretben tettünk utalást arra, hogy a 70 év feletti nyugdíjasokat vásárlás utalványon szeretnénk megajándékozni karácsony előtt, amit Erzsébet utalvány formájában tudunk nekik átadni, és ami több mint egy évig jó is, úgyhogy nem feltétlenül muszáj közvetlen most levásárolni a nyugdíjasoknak. A tapasztalat nagyon pozitív, nagyon örülnek neki a nyugdíjasok. Sokszor hallhatunk arról, hogy a nyugdíjukból nem tudnak kijönni, kevés az az összeg, nagyon sokan egyedül élnek egy háztartásban, úgyhogy ezért is kifejezetten örülnek annak, hogy még plusz 5000 forinttal hozzá tudunk járulni nekik a karácsonyi ünnepekhez, és ezzel egy kicsit kiszámíthatóbbá tenni ezt a szeretet ünnepét. Az utalványosztás során előfordulhat, hogy nem találják otthon a jogosultakat. Az átadásnál előfordulnak olyan problémák, hogy nincsenek otthon a lakók, vagy esetleg máshol vannak, de sajnos olyan is van, aki kórházban is van. Ők majd a önkormányzatnál, a városházán tudják átvenni az utalványukat, miután lezárul az az időszak, amikor a képviselők kihordják. Több alkalommal is visszamennek a képviselők, megkeresik az ott lakókat, becsöngetnek a szomszédba és információt gyűjtenek, hogy hol tudják az ott lakót megtalálni. Van olyan például, aki Makóra van bejelentkezve, de már például vidéken él, gyermekeinél rossz egészségi állapota miatt. A képviselők több száz utalványt visznek ki, a maradékokat ezen a héten szeretnék átadni a szépkorúaknak. Személy szerint nekem közel 400-at kell kiosztanom, 382-t, én most körülbelül 300-nál tartok. Több helyszínre én is még vissza fogok menni, megkeresem az ott lakókat, illetve információkat fogok gyűjteni, hogy hol találom meg. Ha viszont nem találom őket otthon és nem tudunk találkozni, akkor az önkormányzatnál, városházán tudják majd átvenni ezt az utalványt. Akik nem tudták átvenni az utalványokat, azok januárban tehetik ezt meg a polgármesteri hivatalban.